Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. Kavarom a kártyákat, és megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. Először így lefordítva, de majd megnézzük az üzeneteket. Itt látható lesz a jelen, a jövő, a központi téma, a gondolatok, az érzelmek. A központi téma itt van középen. Ez a horgony utal egy stabil párkapcsolatra, ahol le tudtok horgonyozni. A horgony jelenti a munkát és a hivatást is. Ez is lehet jelenleg egy központi téma. A gondolatok. Itt a park utal a nyilvánosságra. Vagy találkoztuk a nyilvánosságon, vagy ő felvállal téged. A munkát illetően ez a kép jelenti az elismeréseket, a megbecsülést. Ott vagy a nyilvánosságon, mások észrevesznek téged. És mi az, amit ti most eltitkoltok, vagy nem akartok odafigyelni erre, ez kihat az érzelmekre is. Itt beszélgetésekről van szó, az lehet, hogy a munkahelyen valaki eltitkol előled valamit, vagy nem szabad beszélni arról, hogy nálad most lesz egy ilyen munkahelyi változás, vagy ha megkaptad az elismerést, akkor ne beszélj erről, hiszen tudjátok, hogy vannak irigy emberek is. A jelenlegi helyzeted itt bal oldalon látható, itt tisztázódik valami, erre utal ez a kála virág, és a kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat, a gyógyító erőt, de lehet egy hölgy is, egy barátnő, vagy egy kolléganő, akivel tisztázódik valami, vagy ez a hölgy szeretne veled beszélni, tisztázni valamit, de légy inkább olyan visszahúzódó, hiszen itt látható a kommunikáció, ami most jelenleg nem előnyös számodra. Hagyd, hogy ő beszéljen, de te ne mondd el a terveidet, vagy a sikereidet. Itt lesznek változások, megvan a gyógyító erő, és a közeljövőben tisztázódik valami. És a jövő itt látható. A csillagkép tulajdonképpen szerencsét hoz, vagy utal egy spirituális területre. A gyermek jelentheti a gyermekeket, de utal egy új kezdetre is. A hegyvidék az lehet egy szép hegyvidék, egy kirándulás, ami most jót tesz neked, de jelenti a nehézségeket, problémákat is, de ezen átteszed magadat, hiszen ott van a csillagkép, hozza ezt a szerencsét, és a gyermek utal a fiatalos kisugárzásra, egy új kezdetre, újdonságokra, de az is lehet, hogy a gólya és a gyermek egy kisbaba születésére utal, és ez lehet egy kolléganő, lehet itt egy munkahelyi változás is, amit a kép, ez a hegy még jelenthet, hogy ő olyan hideg, rideg veled szemben, de ez elmúlik, itt meg lesz újra a biztonság érzete. Itt ez a gyermek utal az ártatlanságra, vagy változásokra, egy új kezdetre,
de ne beszélj arról, hogy téged ez megbánt, ha ő hátat fordít, és a rideg hideg. Amit a hegy még jelenthet a téli hónapokat, és addig, tehát decemberig még benne vagy ebben a transformációban, de decembertől lesznek itt változások, lesz egy új kezdet, és az is lehet, hogy az a megfelelő időpont beszélni a terveidről, a változásokról, a jövőről. Jelenleg ne beszélj erről, különösen, ha munkahelyi változásról van szó. Az is lehet, hogy valami nyomaszt téged a munkahelyen, itt lesz egy új kezdet, lesznek munkahelyi változások, itt van a gyógyító erő, egy spirituális terület, és a nyilvánosság, ez lehet most a te hivatásod is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!